A mai kérdésünk az, hogy mi a női lét célja? Mire születtünk mi nők? Sziasztok, Anna vagyok, és üdvözöllek a mai vlogban. Szóval a mai témánk az az, hogy mi a nőknek a szerepe, milyen elhívást kaptunk Istentől. És szeretnék kezdésként egy kis idézetet felolvasni Elizabeth Elliottól. Gyakran halljuk a véletlenül ilyen vagy olyan nemű kifejezést, mintha nem sokat számítana, hogy valaki férfi vagy nő. Egyáltalán nem mindegy. Ez a természetünk egész életünket meghatározza. Erre hívott el az az Isten, aki mindeneknek ura. Fontos az, hogy Isten adott nekünk elhívást is ezzel, ahogy nők vagyunk. Kaptunk egy szerepet. Ez is egy olyan téma, ami elég nagy, úgyhogy tudom, hogy nem lehet kimerítően erről beszélni néhány perces videókban. Úgyhogy én most három olyan szerepkört, vagy feladatot, vagy inkább készséget fogok megnevezni, amit Istentől kaptunk, de ha eszetekbe jut több, amit ti megfigyeltek a saját életetekben, vagy a körülöttetek élő nőknél, akkor ezt írjátok meg bátran kommentben itt is, meg egyébként a Női Szív és annak Vágyai című videónál is. Az első szerepünk és elhívásunk, amit kaptunk Istentől, az az, hogy a nő segítőtárs. Ez lehet, hogy egyrészt alapnak hangzik, másrészt pedig esetleg nem túl kecsegtetően, de lehet, hogy csak azért, mert még nem mélyedtél bele, hogy tulajdonképpen mit jelent ez a szó. Ha megnézzük, hogy hol kaptuk ezt a szerepet, akkor ehhez rögtön a Biblia legelejére, az 1 Mózes 2-be kell visszakeresnünk, ahol láthatjuk, hogy Isten megteremtette az embert, majd pedig azt látjuk, ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni. Alkotok hozzá élő segítőtársat. Tehát itt ebben az részben azt látjuk, mi keresztény nőként, hogy ez az, ahogyan Isten, amilyen célból, ahogyan megteremtette a nőt, az az volt, hogy a férfi mellé hozzáillő segítőtársként. Viszont ez egyáltalán nem egy lealacsonyító szerep. Az itt szereplő eredeti kifejezés az 1000 kengedó. Utána kerestem, illetve több helyen is olvastam erről, hogy ez a kifejezés pontosan mit jelent. És úgy épül föl, hogy az 1000 kengedóból az 1000 az azt jelenti, hogy segítő. És ez a kifejezés még másik 20 alkalommal szerepel a Bibliában, az Ószövetségben, ahol Isten saját magára használja ezt a kifejezést. Saját magára használja, mégpedig olyan szövegkörnyezetekben, ahol azt látod, hogy Isten, mint az utolsó remény, az úgy segítő, aki életet mentően segít, úgy segít. Például azt mondja, tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön. Itt az 1000 kifejezést találjuk. Vagy azt, nincs Istenhez hasonló, az égen szágolt segítségedre. Izrael, az Úrban bízzál, segítséged és pajzsod ő. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Ez csak néhány példa volt ugye a 20-ból. Itt minden egyes kifejezésben a segítő, azaz 1000 kifejezés, tehát ezt Isten saját magára használja. Tehát ez abszolút nem egy olyan, hogy valami konyhai cseléd, vagy valami kis lábtörlő, valaki, aki kiszolgálja a férfinek kénye, kedvét és igényét. Tehát nem egy cselédnek lettünk alkotva, hanem olyan segítőnek, ami ez egy hatalmas szerep, és ez egy méltóságteljes szerep. A kifejezésnek a másik fele, a kengedó, pedig azt jelenti, amit magyarban ugye úgy fordítanak, hogy hozzáillő. Ez pedig kicsit úgy lehetne legjobban körülírni, hogy a férfi ellentétének megfelelő, tehát a férfit kiegészítő, tehát a tökéletesen hozzápasztoló társa. A fókusz ugye a társon van, tehát Évát Isten nem Ádám alárendeltjeként, hanem mellé rendeltjeként teremtette. Szóval láthatjuk, hogy az 1000 kengedó kifejezés, a hozzáélő segítőtárs, ez abszolút nem egy elmarasztaló kifejezés, és nem csak arra lettünk alkotva, hogy a férjünknek segítsünk, hanem az egyedülálló lányok is arra lettek alkotva, tehát mi is segíthetünk másoknak, a körülöttünk élőknek, a családunknak, a szüleinknek, a testvéreinknek lehetünk, mint fizikai segítőtársak, mint pedig lelki segítőtársak és támogatók. A második elhívás, amit kaptunk Istentől, az az, hogy a nő életet teremt. Ugye nem csak, ugye egyrészt biológiailag a nő van megáldva azzal a képességgel, hogy mi
teherbe tudunk esni, és egy gyermeket kihordunk a szívünk alatt 9 hónapig, és aztán őt tápláljuk. Ez úgymond egy különleges ajándék, amit Istentől kaptunk. Illetve ez megint egy olyan dolog, amit nem muszáj csak úgy értelmeznünk, hogy azok, akik házasságban élő gyermekes anyukák, ők hoznak életet a világra, hanem a szavainkkal, a cselekedeteinkkel, és ahhoz ott levő szerető gondoskodásunkkal, törődésünkkel és segítségünkkel másoknak a lelki életében, tehát lelki értelemben is támogathatunk egy életet magunk mellett, a társainkat, vagy egy nálunk fiatalabb szemét. Illetve azzal, hogyha hirdetjük az evangéliumot, ha elmondjuk az örömhírt, azt, hogy Jézus meghalt értünk és feltámadt és elvette a bűneinket, és ezt el kell fogadnunk, ha ezt továbbadjuk másoknak is, és másokat is Istenhez vezetünk, akkor azzal lelki életeket nemzhetünk a világra. A harmadik elhívás pedig, amit Isten adott a nőknek, az az, hogy a nő kapcsolatokat ápol. Ugye erről szó volt gyakorlatilag az előző részben is, hogy a nő kapcsolati lények, tehát ez egy számunkra is fontos dolog, de Istentől ez egy feladatunk is. A kapcsolatot ápolunk később a társunkkal, a testvéreinkkel, a szüleinkkel, a barátainkkal, és a gyülekezeti közösségünkkel, ugye a hívőtársainkkal. Én számomra is nagyon fontosak a kapcsolatok, és én nagyon... tehát én nagyon sokszor például, hogyha a között kell választani, hogy most tanuljak, és valamiből írjak meg egy nagyon jó zéhát, vagy bármi, akkor inkább választom azt, hogy valakivel találkozzak, hogy meghallgassam azt, amit most éppen nagyon el akar mondani, akkor inkább azt választom a kapcsolati részt, mert úgy gondolom azt, hogy a kapcsolatápolás, az, hogy valakinek részt veszünk az életében, hogy valakinek befektetünk az életébe, és lelki tartalmat adunk neki, megosztjuk magunkat vele, egy bátorítást, egy segítséget adunk neki, egy tanácsadást, vagy csak egyszerűen azt, hogy meghallgatjuk őt, mert az is lehet valakinek egy ajándék. Ezek azok a dolgok, amelyek szerintem tényleg úgy fontosak, hogy olyan dolgok, amelyek Isten jobban meg fog tőlünk kérdezni, mert felelősségre van, hogy Anna, mit csináltál azokkal az emberekkel, akiket köréd adtam, mennyire figyeltél rájuk, vagy milyen szerepet töltöttél be az életükben, az lehet, hogy hangsúlyosabban meg fogja kérdezni például, mint az, hogy mondjuk mennyire tökéletesen írtam meg az DH-imat, vagy hasonlók, tehát, hogy Istennek szerintem a kapcsolatok és az emberi lelkek nagyon fontosak, tehát az, amit ilyen téren adhatunk, az lehet, hogy néha fontosabb, mint egy földi eredményünk. Lehet, hogy úgy érzed, hogy te még fiatal vagy, vagy fiatal vagy a hitben, és ezért nem tudnál másoknak segíteni, de szerintem mindig vannak olyan emberek, és ha körülnézel, lehet, hogy te is találsz olyat a saját életedbe, sőt biztos, aki egy lépéssel lehet, hogy hátrébb van, mint te. És fektess be emberekbe, mentorálj, légy ott, légy elérhető. Tehát a nő kapcsolatokat ápol, és ez egy fontos dolog, és elhívás Isten szemében. Ja, és a borítóképet mindenképpen viccnek szántam, még mielőtt valaki megsértődne is. Azt mondom, hogy a nőket Isten háztartási gépeknek teremtette, szóval just ne vegyétek komolyan. Szóval ezt inkább elmondom még egyszer. Másrészt pedig lehet, hogy nem hangzik jól, túl jól, de... Bölcsöngetnek itt a videómban.